Sziasztok! Most lett vége az edzésnek. Gázson, nem szeretett, hogy kamerázzuk. Remélem tetszett a tegnapi videó. Nem telefonnal járok edzésre, de odaadták most, hogy ezt nagyon fontos megcsinálni. Itt ők elfáradtak, átadjuk. Érkezik egy labda is. Igen? Nagyon jó. Szóval remélem tetszett a tegnapi videó. Vlogom. Nagyon jól indult a mai napom reggel, mert az egyik barátom írt, hogy tetszett neki a videó, és hogy mindig nézni fogja, minden nap, szóval egyen már több ember nézi. És még azt is el kell mondanom, hogy egy újpesti érzelmű barátom is mondta, hogy ő is a nézője lesz, és megpróbál áttérni Fradistának, úgyhogy remélem Fradistát tudunk belőle csinálni. Még a barátaimról tudni kell, hogy holnap lesz a legjobb barátomnak egy mérkőzése, MMA mérkőzése. Neki, szóval neki ki fogják dekorálni az arcát, úgyhogy arra számítani lehet. Úgyhogy arra számítani lehet, hogy nem fogom őt megismerni, amikor visszaérünk Törökországból. Most így a Gázsónak mondanám, hogy délelőtti edzésem volt egy olyan jelenet, amikor a mezőnyjátékosok rúgtak 16 méterről nekünk, a Gázson is közte volt, és mindenki, és ott a végén fekvő támaszoztak, remélem, hogy arról láttuk majd videót. Ott van a bivapusai! Mi van? A kamera mutatja. Kapcsolt ki a kamerát! Lekapcsolt, közül élvezem, van féle! Ennek ilyen színész. Utána az SP is megcsinált ugyanezt, hogy nem kapott annyi gólt, amit ők szerettek volna, és szóval kettőt kaptunk, azt hiszem, összesen. Szóval ők is akkor is fekvőztek, úgyhogy ez már egy kellemes történet volt, mai napnak kellemes kezdete volt. Utána délután megint jött a csendes pihenőnk, amikor aludtunk az SP-vel, ugyanúgy megnéztük a török összefoglalónkat. Az még hozzátartozik a dologhoz, hogy voltak takarítani a takarítónők nálunk, és én azért beszélek törökül egy kicsit, mert barátnőm az kurd származású, félig, és ő tanított meg. Aztán mindig így elmondom a dolgokat, hogy mereba kardes ne szülszün, megkérni, hogy a benim, szenne szülszün, elmondom a dolgokat, és utána pedig elfogyok, és akkor lassan így fülemet behúzva távozok. Szóval addig tudom ezt csinálni, amíg ezt így, tudom ezt a pár mondatot, és utána vége. Még most lett vége a délutáni edzésünknek, egy pontrugós edzés volt, egy laza átmozgatásod, meg holnap mérkőzés van, úgyhogy utána pedig jön a vacsora, és egy meetinggel zárjuk az estét. Igen, őt vártam, az Attilát. Igen, ő mondja. Igen, nem hiszik el. Igen, videoblogom van. Igen, na, saját. Szóval itt, saját. Itt a Gábor-e is. Sziasztok! Minden jót, holnap találkozunk!